Május 1-jéről a legtöbbeknek a korábbi idők munkásfelvonulásai, a sör és a virsli jut eszükbe. A munka ünnepét rendszerint szabadnappal ünneplik a munkavállalók. A rendszerváltás előtti majálisok hagyománya fent maradt Magyarországon, a bonyhádi rendezvény különlegessége azonban az volt, hogy a város csavart egyet a megszokott majálisok menetén, és ezúttal a sportra, a testmozgásra és az egészséges életmódra helyezte a hangsúlyt. Harmadik alkalommal szervezte meg a bonyhádi városvezetés, karöltve a Vörösmarty Mihály Művelődési Központtal és a Bonyhádi Sportcentrummal azt a sportmajálist, amely tulajdonképpen a közösségteremtést szolgálja. Ezúttal is csatlakoztak hozzánk a város sport, illetve civil szervezetei. Hálásak vagyunk nekik, hiszen az általuk kínált bemutatkozási lehetőségekkel gazdagítjuk ezt a programot, amely gyakorlatilag reggel 9 órától vette kezdetét egy kerékpáros túrával. 10, 20, illetve 40 kilométeres távra indultak el a résztvevők, és már kora reggel közel 80-an csatlakoztak ehhez a programelemhez, és aztán ahogy a nap is előbújt, úgy az emberek is, és egyre többen lettünk itt az ifjúsági parkban. Köszönhetően annak, hogy egyébként tényleg színes és változatos programot kínálunk az ideérkezőknek. Most ért véget néhány perccel ezelőtt a bonyhádi kosárlabdázók vetélkedője, és most már javában zajlik egyébként az atlétikai klub Bonyhád által szervezett kölyök atlétika, de egészen késő délutánig egymást váltják a sportágak bemutatkozásai, így többek között a bonyhádi röplabdai szabadidőklub tevékenységét, vagy éppen az íjászkodást, vagy említhetném a sport és szabadidős fitnessek iránt érdeklődőket. Tehát nagyon sokrétű az a kínálat, amit ma ide kollégáinkkal együtt az ifjúsági parkba hoztunk, és hát nagyon várt a fiatalok körében elsősorban a Csurgó zenekar koncertje, ők délután 4-től csapnak majd a húrok közé, és egész nap hirdettünk a gyerekek számára egy pontgyűjtő vetélkedőt, ami azt szolgálta, hogy egyrészt minél több sportákhoz csatlakozzanak, próbálják ki magukat, és ezért majd a támogatóink, szponzoraink által értékes nyereményeket is át tudunk adni nekik. A rendezvényre látogatók íjászkodhattak, atlétikázhattak, sőt, még egy mentős bemutatót is megnézhettek. A változatos programoknak köszönhetően a bonyhádi sportmajál is különlegesebb, mint az eddigi években volt. A korábbi majálisokhoz képest ez egy merőben új, fiatalos és egy picit átgondolt és egy máshogy gondolt majális, de az értékéből azt gondoljuk, hogy mit sem veszített, sőt, azáltal, hogy a közösségteremtés szolgálja és azt, hogy a város lakóinak legyen egy olyan programja május 1-én is, ahol együtt tudnak lenni, ahol kikapcsolódhatnak és nem mellékesen sportolhatnak is, hiszen az egészséges életmód is a középpontban van ezen a rendezvényen. Ennek jegyében szerveztük meg az idei évben is ezt a rendezvényt, amely egyébként a közönség visszajelzéséből adódóan népszerű, hiszen több százan látogattak már ki most így nagyjából a program feléhez érkezve ide az ifjúsági parkba, és köszönjük azt, hogy ilyen sokan itt vannak velünk. A szervezők nem titkolt célja a majálissal a közösségépítés volt. A rendezvényre a délutáni órákban már több százan kilátogattak, így egy igazi családi esemény kerekedett a bonyhádi sportmajálisból.